nem életünk legészszerűbb döntését hoztuk meg. Féltünk, hogy nekünk európaiként ez sokkal bonyolultabb procedúra lesz. Akkor megláttuk, és igazából nem is akartuk elhinni, hogy ezt nekünk hozták ide. Igen. A kiválasztástól meg a döntéstől számított egy órán belül már krúzoltunk is az új kis autókkal. Sziasztok! Sziasztok! Ahogy ígértük nektek, megmutatjuk azt, hogy hosszas tépelődés után végül milyen autót választottunk itt Amerikában. Annyit azért előjáróban el kell mondanunk, szerintem mindkettőnk nevében beszélhetek, hogy nem életünk legészszerűbb döntését hoztuk meg, viszont szerelem volt, meg feeling, meg úgy egyáltalán, tehát nagyon szerettük volna átérezni ezt az amerikai életérzést. Rengeteg autót megnéztük, ezt meséltük nektek, aztán egyszer csak mondták, hogy na jó, még egy utolsót megmutatnak nekünk, és akkor megláttuk, és igazából nem is akartuk elhinni, hogy ezt nekünk hozták ide. Igen, és egyből beleszerettünk, úgyhogy ezért is választottuk ezt. Talán inkább azért, mert igazából ketten vagyunk, nem fogunk nagyon utazni sem erre, úgyhogy egy olyan választás volt, amit tényleg nem annyira észszerű, de attól függetlenül ez teljesen kielégíti a mi igényeinket, úgyhogy nem igazán kellett egy nagyobb autó. Ezzel mi itt Wichitába teljesen jól eljárkálunk, úgyhogy ezzel is döntöttük úgy, hogy akkor legyen ez a választás. Úgyhogy nincs más hátra, mint előre megmutatjuk nektek az első szerelemgyermekünket, fehér, ami fura, mert a mi gyerekünk tudja, hogy nem lesz fehér, de ő az. És hát a Sofi főleg majd megmutogatja nektek, hogy mi hol van, és a videó végén pedig, ahogy ígértük, elmondjuk nektek, hogy mennyire egyszerű volt itt Amerikában autót vásárolni, úgyhogy akkor ugorjunk szét, kicsim, és itt van mögöttünk a gyermek. Tadám! Rengeteg apróság van, ami miatt abszolút első látásra beleszerettünk, úgyhogy most ezekből próbálunk azért nektek nagyjából elég sokat elmutogatni, hogy megértsétek, hogy miért is erre esett a választásunk. Így van, ez egy igazából 1977-es Chevrolet Corvette Stingray, gyönyörű V8-as, úgyhogy 340 lóerős, gyönyörű hangja van, és tényleg egy kuriózum itt is, nemhogy európaiként, úgyhogy mindenképpen az volt a célunk, hogy egy olyan autót válasszunk, amit az amerikai életérzést átadja nekünk, úgyhogy valószínű, hogy ez igazából átfogja. Reméljük úgyhogy nagyon, úgyhogy egy pár apróságot bemutatunk nektek közösen, hogy tényleg ti is lássátok, hogy mit rejt ez a kis járgány. Köszönöm is, ami kicsit furcsa, hogy itt van egy fogórendszer, ami két oldalt az autónak. Egy visszapillantó tükre van. Hát ez de nagyon vicces, amúgy igen. Bal oldalon van visszapillantó tükör, a jobb oldalon nincs. Ez lehet Európában nem is állná meg a helyét, úgyhogy ha esetleg haza szeretnénk vinni, akkor ez biztos, hogy orvosolni kell. Előről is azért látszik az, hogy itt a sárvédő mennyire feljön, és belülről tényleg nagyon szépen lehet látni a két sárvédőt igazából, meg ezt a kis ívet itt középen. A két lámpa pedig felnyílik, ezt belülről csak akkor lehet felnyitni, amikor elindítja az ember az autót, mert ez egy ilyen vákumos rendszerrel volt még régen megoldva. Két kis kibillentővel igazából le lehet így venni a tetőt, és akkor már cabrio is egyben. Úgyhogy megmutatom nektek, hogy néz ki az, amikor a Sofi beindítja, és felkapcsolja a lámpát. Látjátok mögöttem. Így elfér a fejem is. Sőt, ki is lóg. Nézzétek a lámpáit? Hello!
Ezek annyira cukik szerintem. Na nyomás! A kocsiban így cabrióval szerintem sokat nem fogtok hallani, de majd kipróbáljuk úgyis, hogy rajta van a tető, és akkor az autóban is tudunk nektek mesélni. Az első korvettes cabriózásunk indul! Tidí! Ez már a másik, amit az elmúlt 10 percben látunk. Nem tudom, hogy ti látni fogjátok-e, de itt van. De ez mutatja a kilométert, a rólát is. Itt van a kis Corvette. Hello, Cica van gazdád? Ezzel nem mehetsz el egyedül sehova, azt hiszem. Nagyon reméljük, hogy nektek is elnyert a tetszéseteket az egy kis szerelem autónk. Hogyha bármi kérdésetek van ezzel kapcsolatban, akkor nyugodtan szóljatok, vagy hogy ti is esetleg szeretitek az autókat, van kedvenc autótok, akkor mindenképpen írjátok meg nekünk. Adósatok maradtunk azzal kapcsolatban, hogy elmeséljük nektek, hogy hogyan is tudunk itt Amerikában autót vásárolni, mennyivel egyszerűbb, mint otthon. Mi nagyon féltünk ettől, hogy főleg európaiként ez hogyan fog működni, de egyetlen egy dologra volt szükségünk igazából, az a ilyen social security number, ami igazából ilyen tajszámhoz tudnánk leginkább hasonlítani. És ugye a Sofi, mivel munkavállalói vízummal van kint, ezért ez megérkezett egy-két hét után, azután, hogy én is megérkeztem. Úgyhogy mindössze ezt kérték el, illetve a magyar jogosítványunk is tökéletesen elég volt. Ugye nagyjából azt fénymásolták csak le. Igen, azt lefénymásolták, kellett ez a szám, és onnantól kezdve igazából simán ment minden. Persze várnunk kellett egy
30-40 percet, ami biztosítást elintéztek, de ott is ugye van külön egy iroda rész belül a kereskedésen belül, ahol egyből elintézik a biztosítást, nem kell neked menni, jönni, intézkedni, hanem ott egyben mindent meg tudsz csinálni, és nagyon egyszerűen tudsz autózni, úgyhogy ez kifejezetten pozitív csalódás volt abban a szempontból, hogy otthon tudjuk azt, hogy mennyire nehéz egy ilyen autóvásárlásnak a procedúrája. Sőt, meg azt sem tudtuk elképzelni, mert azt egy idő után úgy feltűnt a beszélgetésből, hogy mondták, hogy akkor mi kitolhatjuk innen ezt az autót, hogyha kifizettük. Ráadásul ugye itt nyilván a magyar bankszámlák miatt, ez most igazából hosszú meg lényegtelen is, de nem tudtuk az egészet egyben kifizetni, hanem a felét, és akkor mondták, hogy semmi baj, vigyük el, és akkor ahogy mi folyamatosan tudjuk levenni a meghatározott összeget, azt bevisszük a fennmaradó részt, és akkor igazából tehát már nyugodtan használhatjuk az autót. És ami a legjobb volt, hogy én attól féltem, hogy majd akkor mehetünk mindenféle okmányirodába, és intézhetjük a rendszámtáblát, a forgalmit, stb. Nem, egy tündéri kis borítékban mindent becsomagoltak, az összes papírt, amire szükségünk van, és ami a legjobb az egészben, hogy felraktak egy ideiglenes rendszámtáblát, amivel 60 napig teljesen legálisan közlekedhetünk, és akkor van a 60 napunk, hogy megtudjuk, hogy hova kell mennünk, mit kell csinálnunk. Ugye nem az, hogy rögtön ülsz az okmányirodában, és akkor ott szenvedsz, vár, stb. És akkor megkapod a rendszámtáblát. Meg hát hihetetlen volt tényleg, hogy mindenre volt ott egy részleg, mindenki mindent elintézett, úgyhogy igazából onnantól fogva, hogy te tudod, hogy melyik autót szeretnéd, szerintem egy órán belül már bőven a tulajdonodban van, gondolom amerikaiaknál ez még gyorsabban működik, mert nekünk volt, hogy nem értették a jogosítványt, ugye nem volt nyilván soha autóbiztosításunk, de talán az vette a legtöbb időt, nem, hogy a hölgy ott kiszámolta, elmondta, hogy milyen lehetőségünk van. Itt az alapdíjban még az is benne van az autóbiztosításnál, hogyha netán lerobbannánk valahol, akkor trélert küldenek értünk, hogyha amíg szervizben van az autó és autót kell bérelnünk, akkor mindössze napi $25 tudunk autót bérelni, úgyhogy iszonyatosan jó élmény volt, mert tényleg féltünk, hogy nekünk európaiként ez sokkal bonyolultabb procedúra lesz, de hát tényleg a kiválasztástól meg a döntéstől számított, egy órán belül már krúzoltunk is az új kis autókkal. Úgyhogy thank you, Amerika! Ennek nagyon-nagyon örültünk. És igazából szerintem nagyjából ez az, amit a mi kis autóvásárlásunk lezárásaként még szerettünk volna nektek elmondani. De tudjátok, hogyha bármi bennetek maradt, vagy esetleg mi elfelejtettünk valamit elmondani, mert ez is előfordulhat, akkor írjátok nyugodtan, igyekszünk mindenre válaszolni, és hát ne felejtsétek el, hogy iratkozzatok fel, és akkor nem maradtok le, hogyha tetszik, akkor osszátok meg. És ami a legfontosabb, hogy ezentúl is várjuk azokat a témákat, amik titeket érdekel, és akkor szépen sorban feldolgozzuk őket. És köszönjük szépen, aztán most megyünk még egy kicsit autókázunk az új kis szerelem korvettünkkel. Sziasztok, legyen szép napotok!